Az elmúlt két évben bizony szüneteket kellett tartanunk, de idén ismét megrendezésre kerül a tavaszi koncert, amit általában nőnapi koncertként ismerhetnek a vásárhelyiek, és hát most már 16. alkalommal adjuk át itt a színpadon ennek a koncertnek a keretében a Kenész Ernő és Kenész Heka Etelka Énekzenei Alapítványnak az éves gyűrűdíját. És mivel a tavalyi győztesnek nem volt alkalma bemutatkozni, ezért a mostani koncertünkön ő is föllép majd. Na és akkor ki a tavalyi és ki az idei? Tehát hogy ez hogy is néz ki? Igen, tehát tavaly Berecki Szilvia, énekművész, a Szegedi Nemzeti Színház kórusművésze kapta a díjat, az idén pedig a kuratórium döntése alapján Janovics Gréta kapta a díjat, kapja. Kaphatunk egy kis indoklást, hogy miért? A részletes indoklást Berei Erzsébet majd felolvassa a kuratórium elnökének, de az előadásában meghallgathatják a nézők, de annyit elárulhatok, hogy azért elsősorban, mert ugye vásárhelyi kötődésű, születésű családja is zenész, tehát zenész családból való, és a tavalyi évvel sikerült fölvételt nyerni a Zeneművészeti Főiskolára, Szegedre, és így látható, hogy énekpálya irányba megy, és az alapítvány igyekszik azokat az énekeseket díjazni, akik énekpálya felé mennek, és vásárhelyi kötődésűek elsősorban. És akkor Berecki Szilvia, ha ezt nézzük, mondjuk ott is van egyfajta vásárhelyi kötődés, de ő már azért komolyabb éveket tudhat maga mögött. Igen. Igen, hát az, hogy ő sokat énekelt itt Vásárhelyen, sok koncertje volt, fellépése volt, és hát az énekművészeket, a kórusművészeket is díjazzuk, ez egy nagyon nehéz és szép pálya, és ő abba több évtizedet bizonyított már a Szegedi Nemzeti Színház tagjaként, úgyhogy ő ezért kapta többek között a díjat tavaly. De egyébként önök fontosnak tartják, hogy legyenek évről évre kiemelések, hogy valakit kiemelnek, megünneplik őket, és ezt a közönséggel is tudatják? Persze. Ez azt hiszem, hogy itt az énektanszaknak is fontos. Látják ezt, hogy tovább lehet lépni, van ebből jövő, és hát a hagyomány összekapcsolta egy helyi koncerttel, ami jó a növendékeknek, az iskolának és a díjazottaknak is. Egyébként mit tapasztalnak, hogy a mostani tehetséggondozók az éneklésre, mint olyanra mennyire fókuszálnak rá, és mondjuk mennyire jönnek a tanítványok, és szeretnének ők is professzionális szinten éneket tanulni? Jönnek. Azért a hagyományok nem halnak ki, vagy hogy mondjam, hogy lassan csökken az énekeseknek a száma. Mondjuk az elmúlt évek nem kedveztek az éneklésnek ilyen szempontból, de vannak olyan tendenciák, amik a vidéki színházakban is kevesebb lehetőséget mutatnak az énekesek számára, de az énekespálya nagyon sokszínű. Tehát egészen, ha az elejéről kezdjük, mondjuk alapfokon, akár rehabilitációs célzattól kezdődően egészen a külföldi énekművészig, nagyon sok mindent lehet csinálni. Könnyű zene, komoly zene, egyházzene, népzene, kórus, és operett és musical, tehát sok felé be lehet kapcsolódni, de lehet akár az embernek saját kedveléséből is énekelnie, és kísérheti egy életpályát egy hobbiként az éneklés például. Oh,
nagyon régóta énekelek, én már kisgyerekkorom óta. A zenéhez nagyon hamar közel kerültem, általános iskolás koromban zongorázni tanultam, és már ott kiderült, hogy mennyire muzikális vagyok, és ott szerettem bele a zenébe. Először énektanár szerettem volna lenni, de jöttek görbe utak, és mégsem az lettem, hanem énekesnő lettem. Ami egyébként is szerettem volna lenni, már kisgyerek koromban 5 évesen megkérdezték tőlem, hogy mi szeretnél lenni, és én mondtam, hogy hát táncdal énekesnő szeretnék lenni. Na hát persze nem táncdal énekeslő lett belőlem, hanem az opera műfaja, az operett, a musical, a chanson, az örökzöldek, tehát ilyen színes műfajokban énekelek, a palettám színes. Ugye ez egy átlag ember számára, ez ilyen nagyon különleges szakma. Te hogy érzed, hogy jól döntöttél annak idején? Tehát megérte ezt választani? Megérte. Hát őszintén megmondom, hogy egy személy, aki muzikalitást kapott hangot, és kapja ezt a zene szeretetet, ami nélkül úgy gondolom, hogy nem érdemes élni. Mert ha kaptam ezt a hangot, ezt az adottságot, akkor ezt pallírozni kell, és át kell adni az embereknek, hogy ezzel örömet tudjak okozni nekik, és ha ők örülnek az én éneklésemtől, akkor én vagyok a legboldogabb. Tehát számomra ez egy örök szerelem, egy hatalmas nagy boldogság, hogy én énekelhetek. És gondolom, az most már csak habatortán, hogy még ez díjazzák is. Hát igen, ez egy óriási nagy meglepetés volt, nem számítottam rá, pontosan ezért annyira mélyen megérintett, ez tulajdonképpen egy szakmai díj, tehát ez nem a közönségnek a tapsa, az is számít természetesen, nagyon-nagyon számít, hanem ez a szakma, amikor elismeri a munkámat, az az igazi öröm, és az igazi élmény egy énekes számára. Vásárai énekkultúra népszerűsítéséért, énekes fellépéseinek, valamint a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla zeneművészeti karának klasszikus magánének szakára történt sikeres felvételiének elismeréséül a Kenéz Ernő és Kenéz Heko Etelka Énzenei Alapítvány kuratóriuma az Alapítvány 2022. évi gyűrűdíját
Janovics Grétának adományozza. Kérem, jöjjön és vegye át az oklevelet és a gyűjtőt. Isten esik, én azonnal eszembe jutott, hogy aki teheti az alapítványunkat bármilyen neki méltányos összeggel, ha teheti, támogassa, a versenyben majd odakint leszünk. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! Váratlanul is ért, hogy én ezt a díjat megkaphatom, mert ugye Szilvi nagyon régóta van a pályán, én pedig, hát azért nem annyira, de egyébként 14 éves voltam, amikor elkezdtem énekelni, ő édesapám ő zenész, és így otthonról hoztam ezt a vonalat, először zongorázni tanultam, de aztán gitározni is, és mellette kezdtem el egyébként énekelni, és aztán valahogy az maradt a kedvenc. Ezek szerint akkor az ének az örök szerelem? Abszolút, igen. De mit jelent ez neked, ha meg kellene fogalmazni?
Hát ez szerintem egy ilyen megfogalmazhatatlan dolog egyébként, mert nem is tudom, aki nem csinálja, az szerintem el sem tudja képzelni, hogy ez mekkora öröm, és mekkora egy ilyen kikapcsolódás szinte, és először ez nekem egy hobbi volt, de most, amióta tavaly felvettek ugye az egyetemre, azóta most már úgymond munka is, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy úgymond a hobbim lett a munkám, úgyhogy fantasztikus. És a díjat most hogyan fogadtad így, úgymond fiatalként? Hát nagyon meglepődtem, mert ez egy hatalmas megtiszteltetés, ugye, emiatt pont, de voltam már egy-két helyen versenyeken, feléptem, értem a helyezéseket, de hát azért váratlanul érintett, nagyon. Most azért tőletek is kapunk egy kis műsort. Na te milyen műsorra készültél, mert azért neked elég színes a repertoárod. Hát abszolút, mert én könnyű zenével kezdtem, úgyhogy lesz az is, és lesz a klasszikus is, amit egyébként egy évet csinálok csak, tehát az nagyon kevés ideje, de most mind a kettőből mutatunk ilyen kis részleteket, úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog mindenkinek. Hát